Lengyel-magyar kapcsolat, vidék és gazdaságfejlesztés, erre is fókuszál majd a megyénket is érintő új nemzetközi együttműködés. Fellendülőben a szakképzés, emelkedett azoknak az érettségizetteknek a száma, akik nem akartak főiskolára, egyetemre jelentkezni, hanem inkább szakmát tanulnak. Külföldi tapasztalatszerzés. Októberben már lehet pályázni a legújabb Erasmus Plus-ra. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói idén 50 helyre jelentkezhetnek. Vidék és gazdaságfejlesztés. Erre fókuszál majd a megyénket is érintő új lengyel-magyar nemzetközi együttműködés. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egyelőre az előkészítési tárgyalások és szakmai tanácskozások zajlanak, hiszen a lublini vajdaság külügyi engedélyre vár. Ám a célok közösek, oktatási, kulturális és turisztikai együttműködésekben is látnak fejlesztési lehetőséget a lengyel és magyar felek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kiemelt feladata a vidékfejlesztés, valamint annak koordinációja, hangsúlyozta a Lengyel-Magyar Nemzetközi Együttműködések Létrehozása a Vidéki Térségekben című tanácskozáson a megyei közgyűlés alelnöke. Baracsi Endre hozzátette, a vidékfejlesztés területén sokat tesznek a LEADER akciócsoportok, most például a Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület. Abszolút kiadhatatlan partnerek a LEADER Egyesületek, amelyek a megyét úgymond alulról jövő kezdeményezésként szövik át, hálózzák be, és ezekben a LEADER egyesületekben rengeteg lehetőség rejlik, és rengeteg lehetőség rejlik azokban a kapcsolatokban is, amelyeket a LEADER-ek egymás között alakíthatnak ki határon átnyúlva, és pont egy ilyennek a második fordulóján vagyunk, hiszen a nyár folyamán volt már egy látogatásunk Lublinban, és ott elkezdtük ezt a kapcsolatfelvételt. A júliusi diplomáciai tárgyalást és a mostani szakmai tanácskozást követően külügyi engedélyre vár a lengyel partner. Hamarosan megköthetjük a szerződéseket, és erre szükség is van, hiszen két hasonló keleti régió, Lublin-Vajdaság és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együttműködéséről van szó. Ide is sok lengyel érkezik turisztikai kikapcsolódási szándékkal, ám bízok benne, hogy nem csak erre a szférára fókuszálunk majd. Szeretnénk majd erősíteni a kulturális, az oktatási és természetesen a gazdasági kapcsolatokat. A Közép-Szabolcsi LEADER Egyesület munkaszervezeti vezetője a rendezvényen kiemelte, fontos, hogy a lengyel-magyar együttműködés civil szervezeteket, iskolákat is érinthet majd. Érkezett a delegációval olyan művészeti iskolának a vezetője, aki kifejezett szándékkal azzal jött most, hogy itt a térségünkben lévő művészeti iskolákkal felvegye a kapcsolatot, és együttműködésben, akár a közeljövőben megkötendő szerződésben már tudnának további pályázatokat benyújtani, illetve a közös kultúrának a megismerésére viszontlátogatásokat folytatni a két tagállam között. A nemzetközi együttműködés még idén elkezdődhet, így az újonnan nyíló uniós pályázati lehetőségekre már közösen pályázhatnak a lengyel és magyar felek. Nem csak B-terv a fiataloknál a szakma tanulás, emelkedett azoknak az érettségizetteknek a száma, akik nem akartak főiskolára, egyetemre jelentkezni, hanem inkább szakmát tanulnak. A szakképző iskolákban népszerű az informatika, a turizmus vendéglátás, a pénzügyi szakok, továbbá több hiány szakmában is beiskoláztak tanulókat a képzőhelyek. Ha a paprikák megvannak, akkor az beletesszük ezt a zöldséges követelékbe. Zöldséggel töltött palacsintát sütnek a tankonyhán a vendéglátósok. A 13. évfolyamon tanulók ebben a konyhában sajátíthatják el a szakma fortéjait. A szakképzésben minden szakmacsoportnál magas a gyakorlati órák száma, ugyanis a munkaerőpiacon számít a szakmaismeret és a rutin. A vendéglátásban pedig keresik a szakembereket, szakácsokat, pincéreket, sőt, ebben a szektorban sok a magánkezdeményezés. A fiatal vállalkozás, ezért is tanulnak többen vendéglátósnak. Vannak olyan kiaknázatlan területek, amiket szerintem érdemes akár megpályázni, vagy utána érdeklődni. Rengeteg olyan étterem van, akik egyre jobban foglalkoznak ilyen modern dolgokkal, új kreációkkal, úgyhogy szerintem itt érdemes ebbe a szakmába tovább haladni, fejlődni.
Vendéglősnek, turisztikai szervezőnek, értékesítőnek, pedagógiai és családsegítőnek, grafikusnak és informatikusnak is lehet tanulni ebben a nyíregyházi iskolában. A Leonardo Media Akadémia idén 10 éves. Az intézményben figyelnek az oktatás tartalmi minőségére, a jó infrastruktúrára. Intézményünk a jogszabályi változásoknak megfelelően 2016. szeptember 1-től az érettségére épülő képzéseinket szakgimnáziumban, szakközépiskolában és gimnáziumban látja el. A képzéseink gyakorlatorientáltak, tanműhelyben folynak, illetve olyan termekben, ahol megfelelő gépek, berendezések állnak rendelkezésre. Ebben a tanévben új szakkal is bővült az iskola képzési palettája, a művészeti és médiafotográfus szakma egyesíti azokat a képzéseket, amiben az iskola mindig is erős volt. Ez pedig a multimédia, grafika, informatika. Itthon 22 ezer informatikus hiányzik, a szakterületen szerzett tudást jól megfizetik. Rendszergazdaságra mindig szükség van, és az informatika is fejlődik. Egyre több helyen lehető meg az informatika ezáltal. A fiatalok körében egyre többen szeretnének szakmát tanulni, például nem csak azok jelentkeznek OK és emelt szintű nappali képzésekre, akik nem jutottak be a felsőoktatásba, hanem azok is, akik minél hamarabb el szeretnének helyezkedni. A Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szövetsége mindenkinek azt tanácsolja, hogy maradjon otthon október 2-án. A migrációs kvóta népszavazásnak ugyanis nincs semmi tétje, mivel a parlament már korábban döntött a kötelező érvényű betelepítés elutasításáról. Ennek a szavazásnak nincsen tétje, hiszen korábban a parlament már döntött arról, hogy nem fogadja el a kötelező jellegű betelepítés, mivel ilyen nincs is ma az Európai Unióban napirenden, így ennek a népszavazásnak így nincs értelme. Rosszak a kérdések, és félelem és gyűlöletkeltő az a kampány, ami ennek érdekében történik. Bojkottálja a népszavazást az Együtt, közölte Lővei Csaba a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, a magyar GDP alakulását évek óta az Európai Uniós források segítik, ezért felelőtlen lépésnek vélik a népszavazást. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a kormány a költségvetésből milliárdokat költ felesleges kampányra. Hazug kampányt folytat a Fidesz, az emberek legbelső félelmeit igyekszik felkorbácsolni, és hazug módon hangolni az Európai Unió az ellen a közösség ellen, amelynek gyakorlatilag Magyarország polgárosodását és az utóbbi években az anyagi gyarapodását is nagy részt köszönhetjük. Októberben már lehet pályázni a legújabb Erasmus Plus-ra. Az uniós program külföldi tanulást és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a fiataloknak. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói idén 50 helyre jelentkezhetnek. A tapasztalat szerint a legtöbben a 4-5 hónapos tanulmányi programot választják. Egy uniós regionális hatásvizsgálat szerint a különböző diákcsere programban való részvétel jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és kelet-európai fiatalok esetében. A diákcsere programok tárháza pedig évről évre bővül, csak az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében idén 1,2 milliárd forintra lehet pályázni. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói is jelentkezhetnek külföldi tanulásra vagy szakmai gyakorlatra, tájékoztatott az intézmény hallgatói szolgáltató központjának munkatársa. Dudás Éva kiemelte, az egyetemnek 50 kétoldalú kapcsolata van, valamennyi uniós országba pályázhatnak a diákok. Általában tanulmányi mobilitásra 5 hónapra szoktak a hallgatóink kimenni, szakmai gyakorlatra pedig saját maguknak kell cégeket keresni Európán belül. Itt nincs szükség az úgynevezett bilaterális partner kapcsolatra, hanem saját maguknak megkeresik a hallgatók. Ebben mi is segítséget tudunk nyújtani nekik, hogyha bejönnek, és akkor itt is szépen eltöltenek 2-3 hónapot, általában a nyári hónapokban, hogy szakmai fejlődésüket ezzel elő tudják segíteni. Mobility Café ezt a címet viseli, az az egyetemi program, amely ingyenes, és azt mutatja be az érdeklődőknek, hogy hogyan működik az Erasmus Plus. Olá Mihály saját élményeit, tapasztalatait ismertette az első Mobility Café-n. Ő az angliai Wolverhamptonban tanult egy fél éven keresztül. Fel kell venni egy minimum számban megszabott tantárgyat, és hát azokat nyilván teljesíteni kell.
meg van szabva egy minimális kreditszám, ez általában intézményektől függ, hogy mennyi, és azt kell elérni, meg hát ezen kívül nyelvi felmérőket kell a fél év alatt megcsinálni, valamint egy rövid élménybeszámolót kell leadni, hogy mit csináltunk odakint. A Nyíregyházi Egyetem Erasmus Plus programja október közepétől érhető el, azonban nem csak egyetemi hallgatók jelentkezhetnek az uniós felhívásra. 13 és 30 év közötti fiatalok több pályázati kategória közül választhatnak, akár interneten is jelentkezhetnek a programra. Baleset történt ma kora délután Nyíregyházán. Egy nyugdíjas sofőr úgy kanyarodott a Kállói útra, hogy nem adott elsőbséget egy arra közlekedő személyautónak. Az ütközés erejétől a vétlen autó egy ház falának is neki csapódott. Személyisérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A balesetet okozó gépjármű vezetővel szemben a rendőrség eljárást indít. Gróf Széchenyi István huszárkapitány születésének 225. évfordulójára emlékeztek ma Nyíregyházán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A riói paralimpián párbajtőr egyéniben 5. csapatban bronzérmes Veres Amarillát és az olimpián egyéni csúccsal 28. helyen végző Hellebrandt Máté gyaloglót köszöntötték a Nyíregyházi Városházán. Nem maradnak csapat nélkül az augusztus végén megszűnt Gombi kosársuli játékosai. A közel 100 fiatal kosarast és az 5 edzőt 3 nyíregyházi sportszervezet vette át. Gróf Széchenyi István huszárkapitány születésének 225. évfordulójára emlékeztek ma a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István közgazdasági, informatikai szakgimnáziuma és kollégiumában. A legnagyobb magyar egykori nyíregyházi látogatása kapcsán egy emléktáblát is elhelyeztek az intézmény falán. Koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a legnagyobb magyar szobra előtt a Széchenyi diákok. Az intézményben az évtizedes hagyományokhoz igazodva minden év szeptember 21-én Széchenyi napot tartanak, a legnagyobb magyarra emlékeznek. A kulturális és történelmi hagyományaink a diákok nevelésében és fejlődésében mindenképpen hasznos és mély nyomokat fognak hagyni, amit a későbbiekben a saját életvitelükkel netán vissza fognak igazolni, és ugye a közösségépítés és az iskola hagyományai egy közösségi, nagy Széchenyi diák közösségi kovácsolja őket. A megszokott hagyományőrző ünnepség most kibővült, hiszen ma Gróf Széchenyi István 1823. május 24-én tett nyíregyházi látogatására is emlékeztek. Egyik tagtársunk felfedezte, hogy katonaként, huszárkapitányként Hajdú Bihar megye területén, Bihar, Diószegen katonáskodott ez a Széchenyi. Egyik parancsnoka éppen akkor Nyíregyházán volt, és átjöttek ide barátjával együtt Nyíregyházára, éppen az őrnagyi előléptetését rendezni. Most ez ehhez kapcsolódik, hogy nem akarták előléptetni, és meg is gondolta magát szerencsénkre, és ekkor vette az irányt a közéleti pályán, írta a műveit, és alkotott, és lett a legnagyobb magyar. Az ünnepség végén felavatták a nyíregyházi látogatás alkalmából elhelyezett emléktáblát. Idén először kerékpáros baleset megelőzési napot is szerveznek az Európai Autómentes Nappal együtt Nyíregyházán. Elsősorban a gyermekek figyelmét szeretnék felhívni a biciklis kressz szabályok betartására szeptember 22-én csütörtökön, de egésznapos program várja a felnőtteket is. A közlekedés egyik legvédtelenebb tagjai a kerékpárosok, ezért fontos a szabályok megismertetése már fiatal korban, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. A csütörtöki programok között egészségügyi szűrés, kerékpáros ki mit tud, és tájékozódási verseny is várja az érdeklődőket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága ki fog települni egy sátorral. Ebben a sátorban lesz majd egy motorkerékpár szimulátor, lesz egy ittasságot, részegállapotot szimuláló szemüveg. Gyerekeknek lesz lehetőség rajzolni kirokós játékokra, de ami a legfontosabb, hogy lesz kerékpáros ügyességi verseny, külön felnőtteknek, külön gyerekeknek, kressz elméleti verseny, lesz egész nap folyamán egy kerékpár szépségverseny, lesz egy kis csavar a történetben, lesz egy kerékpár lassulási verseny.
A riói paralimpián párbajtőr egyéniben 5. csapatban bronzérmes Veres Amarillát és az olimpián egyéni csúccsal 28. helyen végző Hellebrandt Máté gyaloglót köszöntötték a nyíregyházi városházán. A két sportoló elmondta, hogy rövid pihenőt követően októberben elkezdik a felkészülést, amelynek célkeresztjében már a következő 5 karikás játékok helyszíne Tokió áll. Ked éjjel érkezett haza Rióból Veres Amarilla, podgyászában ezzel a bronzéremmel, amelyet a párbajtő csapat tagjaként szerzett. Az NVSC kerekesszékes vívónője egyéniben az 5. helyen végzett. Páké Béla tanítványa az eredménynél is jobban örül annak, hogy élete legfontosabb versenyén tudta hozni legjobb formáját. Bronzérem 5. hely, ez így nagyon szép kimondva, de én igazából sokkal jobban örülök annak, hogy amikor a vége volt a versenynek, akkor az ellenfeleim is úgy néztek rám, hogy na ez igen. És ez mindennél többet ér, az eredménytől teljesen függetlenül. Az, hogy az életem legjobbját sikerült itt vívnom ezen a 2 napon, ez csodálatos. Szerda délelőtt Veres Amarillát és az olimpikon gyaloglót, Hellebrandt Mátét, valamint edzőiket köszöntötték a nyíregyházi városházán. Óriási eredményt értek el, én ezt gratuláltam most nekik is, a mestereknek is, és ilyen fiatalon, ilyen küzdeni tudás, ilyen koncentráló képesség, formaidőzítés, én azt gondolom, az egy nagyon nagy eredmény, amit elértek, a Máté és az Amarilla is, és hát ugye a város eddig is támogatta, ezután is fogja az olimpiai felkészülést is. Míg Veres Amarilla számára még frissek az élmények, Hellebrandt Máté már részletesen elemezhette riói szereplését. Így utólag azt kell mondanom, hogy van bennem egy kis hiányérzet. Igazából minden célomat teljesítettem, amit még a versenyt kitűztünk. Ugye az volt az elsőleges cél, hogy a londoni eredményemet helyezésben megdöntsem, illetve az időeredményt is. Ez mind a kettő sikerül, sőt egyéni csúcsot is döntöttem, aminek nagyon örülök. Viszont így utólag amiatt van egy kicsit hiányérzet, mert kaptam 2 figyelmeztetés verseny közben, ami miatt vissza kellett venni a tempóból, és így benne maradt a versenyben egy fél, de lehet, hogy egy perc is. A két sportoló 2 hétig pihen, aztán elkezdik a felkészülést a következő szezonra, de már mindkettőjük célkeresztjében ott van a 2020-as tokiói olimpia, illetve paralimpia. Nem maradnak csapat nélkül az augusztus végén megszűnt Gombi kosársuli játékosai. A közel 100 fiatal kosarast és az 5 edzőt 3 nyíregyházi sportszervezet vette át. A klubok gondoskodnak majd a 6 utánpótlás korú csapat edzés lehetőségeinek biztosításáról és versenyeztetéséről. Augusztus végén terjedt el a hír kosaras berkekben, hogy a Gombi kosársuli nem nevezte csapatait a 2016-2017-es bajnokságra. Mivel így közel 100 gyerek pályafutása került veszélybe, a sportágban érintett nyíregyházi egyesületek vállalták, hogy a kosárlabda mellett tartják a fiatalokat. A szerdai sajtótájékoztatón kiderült, hogy a nyíregyházi kosárlabda non-profit Kft. 4, a Nyikse és az NKS pedig egy-egy csapatot vett át a GKS-től. Mivel a sportágfejlesztési program keretében a Gombi kosársulinak megítélt 54 millió forintos TAO támogatás elvész, a csapatok felkészítése és versenyeztetése plusz terheket jelent a segítő klubok számára. A plusz költségek, amik felmerülnek nyilván korosztályoktól, a versenyző bajnokság szintjétől, színvonalától nagy mértékben függenek. Ezeket a költségeket valamilyen szinten csökkentik a sportolók által befizetett tagdíjak, de hát nyilván ezt teljes mértékben nem tudják fedezni. Az edzői bérektől, a terembérleti díjig, az utazási költségekig, a játékvezetői díjakig, versenybírói díjakig, az égvilágon mindent, ami egy versenyző csapatnál szükséges, az nyilván a benevező klubot terheli. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy új elnöksége van a megyei szövetségnek. Az országos szövetség a jövőben a korábbinál több feladattal látja el megyei szervezeteit. iPad-eket kaptunk, amelyeket tovább tudunk adni a sportszervezeteknek ahhoz, hogy kipróbálják az elektronikus jegyzőkönyv készítését, amely néhány éven belül kötelezővé válik országos szinten, tehát ezeket is meg kell tanítanunk, de ugyanilyen fontos tény, hogy még több játékvezetőt képezzünk, minden évben indítjuk a játékvezetői tanfolyamot, ez idén is megtörténik majd, és jövőre újabb fiatalok, és nem csak fiatalok nyilván, hanem olyanok, akik a kosárlabda életbe szeretnének aktívan tevékenykedni, vállalhat játékvezetést. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 2000 igazolt kosárlabdázó van, közülük mintegy 600-an rendelkeznek játékengedéllyel. Ezzel a megye a középmezőnyben van az országos rangsorban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Vidék és gazdaságfejlesztés, erre fókuszál majd a megyénket is érintő új lengyel-magyar nemzetközi együttműködés. Egyelőre az előkészítési tárgyalások és szakmai tanácskozások zajlanak, hiszen a lublini vajdaság külügyi engedélyre vár. Ám a célok közösek, oktatási, kulturális és turisztikai együttműködésekben is látnak fejlesztési lehetőséget a lengyel és magyar felek. Nem csak B-terv a fiataloknál a szakmatanulás. Emelkedett azoknak az érettségizetteknek a száma, akik nem akartak főiskolára, egyetemre jelentkezni, hanem inkább szakmát tanulnak. A szakképző iskolákban népszerű az informatika, a turizmus vendéglátás, a pénzügyi szakok. Továbbá több hiány szakmában is beiskoláztak tanulókat a képzőhelyek. Októberben már lehet pályázni a legújabb Erasmus Plus-ra. Az uniós program külföldi tanulást és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a fiataloknak. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói idén 50 helyre jelentkezhetnek. A tapasztalat szerint a legtöbben a 4-5 hónapos tanulmányi programot választják. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 21-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős hűvös időre számíthatunk, egy anticiklon peremén valamivel szárazabb levegő érkezik térségünkbe, így kevesebb lesz a felhő felettünk, és kellemes őszi idő vár ránk. Éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, kisebb eső, zápor is előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a napsütést gomoly felhők zavarják, ezekből elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Az északi-északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Többnyire napos, őszi idővel folytatódik a hét, a napsütést inkább csak szombaton zavarhatja több gomoly felhő, amiből helyenként előfordulhat gyenge zápor. Péntek hajnalban a fagyzugos helyeken talajmenti fagyok is lehetnek, majd a hétvégétől enyhül valamelyest az idő. A Máté napi tiszta időből jó bor termésre következtetett a néphagyomány.